vészhelyzet van. Mindannyiunk számára ismerős helyzeteket láthatunk, felszabadult nevetéssel ismerhetünk magunkra, Pindrok Csaba sokoldalú játékát nézve, aki a házasság témájában járt a színészként, bravúrosan tálalja ezt a nem mindennapi színházi fogást. A humor és irónia ellenére azonban ez az anekdotaszerű történetekből álló férfi monológ nem más, mint tisztelgés a nők, a szerelem és a házasság előtt. A darab szerzője, a krimi író Sebestyén Elemér saját történetét vezeti végig az előadásban, amely a regény alapján készült. Pintrok Csabának a felesége ajánlotta a könyvet, amelynek elolvasása után a színművész, aki a darab társdramaturgja és producere is, a színpadra állítás mellett döntött. Azért nyomta a kezembe a feleségem ezt a könyvet, mert már nagyon régóta terveztem egy önálló estet. Szerettem volna tudni, hogy mire vagyok képes egyedül a színpadon, teljesen eszköztelenül. Illetve a stand-up térhódítását nézve, és sajnálkozva ezen, ahol a káromkodás, meg a hasmenés, meg a szex, meg a politikai szelepeltetés ilyen szinten tért tudott nyerni, és egy alternatívát szerettem volna ezzel mutatni a műfajnak, hogy lehet úgy is csinálni, hogy hát bár nyilván egy házasságban ugye kimeríthetetlen a tár, hogy ott mennyi vicces dolog, vagy szomorú dolog is tud lenni. Úgyhogy tulajdonképpen ezt 5 évvel ezelőtt Radnai Márk rendező barátomat megkértem, hogy akkor ebből csináljunk egy színdarabot is, ez meg is történt. Most a 250. előadásnál tartok. Pindrok Csaba 12 különböző karaktert alakít a vígjátékban, amit 5 évvel ezelőtt mutattak be. Nagyon ügyesen irányított a rendező, aki azt mondta, hogy ne utánozni próbáljak, hanem a gondolatát, meg az érvelését tegyem a magamévá. És sokszor úgy mutatom meg a figurát, hogy nem is nagyon változik el a hangja, mégis látják mondjuk a 200 kilós anyóst, vagy a végletekig cigarettázó apóst, vagy hagyd ne soroljon tényleg a karaktereket, körülbelül 12. Bár Pindrok Csaba 3 évvel ezelőtt Thália színházbeli szerepeinek többségét visszaadta, jelenleg csak egy darabban játszik, a közönség mégis találkozhat vele, hiszen az egyszemélyes vígjátékkal az ország számos színpadán fellép, és a Mr. és Mrs. című 2 szereplős darabban is játszik feleségével, Verebes Lindával. A jövőben úgy tervezi, hogy 4 gyerekes apaként a gyereknevelés problémáiról szóló előadást visz majd színpadra.